A koronavírus járvány szünetre kényszerítette a tekes szakákban a versenyszervezést. Több kiemelt rendezvényt halasztani, törölni kellett. Idén nyáron viszont folytatódhatott az ország egyik legrégebbre visszatekintő sorozata, a Szavária Kupa, amelynek már 62. alkalommal adott otthont a szombathelyi Vaószteke csarnok. Szinte új a régi helyszín, hiszen a létesítmény komoly összefogásból teljesen megújult. A jeles eseményre nem csak a pályák, hanem az öltözők és az irodák is teljes ráncfelvarráson estek át. Az egész hetes rendezvénysorozat a Szavária Karnevál mellett üde színfoltja volt a Vasi megye székhely sportéletének. A jeles alkalmat rengeteg résztvevő tisztelte meg jelenlétével, a szervezők pedig igyekeztek minden korosztályt megszólítani. Több kategóriát állítottunk föl, hogy senki ne érezze azt, hogy esélytelenül indul a másikkal szemben. Vannak külön a szuperligás, illetve válogatott szintű játékosok, és akkor szépen így lefelé megyünk. Egészen a legkisebbekig, akik 60 gurítást teljesítenek csupán, és mind 9 bábúra, ami a legkönnyebb végül is. Őtőlük is körülbelül 30-an jönnek el, tehát 4 ilyen utánpótlás nevelő centrum gyerekei mérettetik meg magukat. Csak nem 270 versenyző bizonyíthatott a több mint egy hét alatt. Tekegolyót ragadtak a Magyar Szuperligában aranyérmet szerzett zalaegerszegi és budapesti csapat tagjai. Ugyanakkor érkeztek versenyzők a határon túlról is, így a szlovén, horvát és osztrák indulókkal kiegészülve nemzetközivé vált a mezőny. A rendezvény sikerét jól mutatja, hogy az amatőr utánpótlás részére meghirdetett megmérettetésen 30-nál is többen vettek részt.